Megtámadja a Greenpeace a vitatott fertőtavi turisztikai gigaberuházásra a Szenteste kiírt közbeszerzést. Ez már a második közbeszerzési kiírás, miután az elsőt visszavonta a projekt gazdája, a Sopron Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRT. Ezt a beruházás kritikusai úgy értelmezték, hogy a magyar kormány a választások utánra halasztja az építkezést, de kiderült, hogy nem erről van szó. A Greenpeace szerint az új kiírás még problematikusabb, mint az első. Mert a területek, amiket a közbeszerzésben kiírtak az egyes elemekre, gyakorlatilag mindegyik nagyobb, mint az eredeti, amúgy is általunk megtámadott környezetvédelmi engedélyben. Ezen kívül vannak olyan elemek, például a 26 apartmanház, amire egyáltalán nincs építési és semmilyen környezetvédelmi engedély. A Fertőtavon, Tavon Natura 2000-es területen hajtanak végre egy több mint 30 milliárdos állami turisztikai beruházást, amely ellen folyamatosan tiltakoznak magyar és nemzetközi természetvédelmi és örökségvédelmi szervezetek, illetve legutóbb a Magyar Tudományos Akadémia is.